Köszöntöm a kedves hallgatókat, az Országos Széchenyi Könyvtár 19. csevejét vesszük föl éppen. Solymosi Ákos hangmérnök már el is indította a felvételt, és Mann Jolán a mai vendégünk. Egy 20. századi horvát irodalom egyik legjelentősebb alkotójáról, Miroslav Krezsáról fogunk beszélni. El is rontottam, ahogy kell, légy szíves segíts, hogy hogy ejtsük ki, hiszen itt három másra hangzó is van a nevében. Segíts, hogy hogyan menjünk tovább a nevével. Hát nagyjából próbáljuk meg úgy kiejteni, mint ahogy sok szláv szót, amit átvett a magyar, hogy beletett egy magánhangzót, persze ide nem tehetünk bele, mert ez ettől még egy eredeti horvát név lesz, de egy fél hangzót bele lehet tenni. Tulajdonképpen azt magyaráztam neked előbb, az előbb, mielőtt elindult a felvétel, hogy ez a Krezsa. Jó, hogy visszautalunk, hogy mi volt előtte, mert igen. Nem csak felvétel van, előtte is van. Előtte van egy kis beszélgetés, tehát a leírva a magyar szemmel úgy néz neki, mintha ez egy két szótagú szó lenne, valójában azonban három szótagú, tehát egy fél hangzót Krezsa, így lehet kimondani, nem kell erőlködni, ez ugyanaz, ez a három, nem teljesen ugyanaz, de emlékeztet ugye a magyarok által kedvelt Krk-szigetre, amit szintén, ha megpróbálunk kiejteni így erőből, akkor az viccesen hangzik, de a horvátok, azt nyilván nekik ez nem probléma. Nekik probléma, ami a betűnk kiejtése, ugye, vagy a hangzónk, akarom mondani, amire I. és Gyula egyébként egy nagyon szép esszét írt, ami arra vonatkozik, hogy egy magyar gyerek mikor válik magyarrá, mikor választ hazát, ugye amikor ezt a már nem azt mondja, hogy mama, hanem azt mondja, hogy mama. Amit egyébként nem magyar anyanyelvűek ónak hallanak, mert ugye ez egy zárt a, ez jelent általában problémát külföldieknek, meg ami ugye ebetünk, vagy hangunk, akarom mondani. Egyébként meg... Hát a másalhangzóinkkal szerintem olyan nagy probléma nincs, legalábbis itt a környezet szláv népeknek ez általában nem jelent problémát, úgyhogy kölcsönös figyelemmel azért meg lehet tanulni. Én azt szoktam mondani a diákjaimnak is, hogy ha nem tanulunk meg egy nyelvet, nyilván nem tudunk minden nyelvet megtanulni, de a kiejtést azért lehet gyakorolni, mert már az sokat számít, egy idegen szövegben találkozunk egy idegen névvel, hogy azt ki tudjuk ejteni. Azért ez a műveltségünknek a része, tehát nem kell ahhoz franciául tudni, hogy akár utána nézzünk nevek kiejtésének, és olyanoknak is, amelyeket mondjuk feltétlenül nem tudunk, és ugyanígy a szláv kiejtést is nagyon gyorsan meg lehet tanulni. Lehet, hogy a beszélgetés végére már ki tudom rendesen majd mondani. Azt szeretném elkezdeni a beszélgetést azzal, hogy... Mi sokáig szobatársak is voltunk, és figyeltem is annak idején kutatásaidat, ugye nagyon régóta kutatott az egész horvát irodalmat, a BTK-n, ELTE BTK-n tanítasz, és Zágrában is tanítasz. Mégis az lenne a kezdésem, hogy választottad ki Krezsát, talán a kimondhatatlan nevéből? Hát igen, én nekem is az feltűnő volt, hogy milyen neve van, leírva is ugye egy kicsit furcsa, idegen, és valóban leírva láttam először, mert én sem hallottam róla különösebben. Azt nyugodtan elmondhatjuk, hogy ő már eléggé kiesett még az olvasó, magyar olvasó közönség tudatából is. Erre van egy jó példám, néhány éve voltam egy konferencián Veszprémben, és ott... Hát az újságíró, aki írt aztán egy kis ismertetőt a konferenciáról, Milan Krezsát mondott, mert hát Kundera neve viszont ismertebb. Tehát ahogy Kunderát mondjuk a 90-es években főleg, meg hát azóta is sokan olvastak Magyarországon, ebben az időben Krezsát már kevesen olvastak, és a színház látogatók azok, akik esetleg ismerhetik, vagy a színházzal foglalkozó emberek Krezsa nevét, mert egy jelentős drámaíró is volt. Én úgy kezdtem el vele foglalkozni, hogy egyáltalán miért kezdtem el egy horvát íróval foglalkozni, hát amikor el kellett döntenem a középiskola végén, hogy hova tovább, milyen egyetemre jelentkezzek, a bölcsész irányultságom már megvolt, magyar szakot azt szerettem volna, de akkor még szakpárt kellett választani, és
valahogy valami, szerintem ez egy ilyen késő kamaszkori lázadás volt nálam, hogy valami olyasmit akartam, ami aztán nem nagyon jut senkinek az eszébe, és akkor kitaláltam, hogy egy közép-európai úgynevezett kis nyelvet, bár kis nyelvek nincsenek is, kisebb lélekszámú népek vannak, de a nyelvek azok ugye egyformán jelentősek, és összetettek, és szépek, és nehezek, és akkor így kizárásos alapon, tehát viszonylag gyorsan el kellett határoznom, baciláltam, itt akkor még minden szóba került, azt gondoltam, hogy legyen egy olyan nyelv, ami nemzetiségi nyelv is nálunk, ráadásul akkor még nem is horvát volt a hivatalos elnevezés, hanem szerb-horvát, én vagyok az egyik utolsó szerb-horvát szakos végzett diákja az ELTE-nek. Aztán menet közben szétvált a két szak, mert hát szétesett Jugoszlávia is, ugye ebből össze lehet rakni, hogy ez nagyjából mikor történt, ugye 80-as, 90-es évek fordulóján, illetve hát a 80-as évek végén döntöttem így. Elmentem a helyi Szabó Ervin könyvtárba, megnéztem az egyéb irodalmak címszó alá sorolt környező népek irodalmát, és hát ott láttam elég sok könyvet ettől az kimondhatatlan nevű szerzőtől. Ez még nem lett volna elég, bár ugye az irodalom érdekel, tehát fontos volt a nyelvtanuláshoz, hogy jó legyen az az irodalom, aminek a nyelvét megtanulom, és hát rabul ejtett, meg kinyitottam egy könyvét, ez a Banket Blitvában című regénye volt, és ott elolvastam az első mondatot, és akkor nagyjából eldöntöttem. Egyrészt jó hosszú mondatai vannak Kerlezsának, és ez azt gondoltam, hogy olyan nyelv van, ami ilyen hosszú mondatokat lehet írni, az valószínűleg egy jó nyelv lehet, tehát épp így el is ijedhettem volna tőle, de inkább nyilván kihívásnak éreztem egy mai szóval élve, és akkor eldöntöttem, akkor még ugye ez egy ilyen jugoszláv írónak tekintettem, ezen belül persze tudtam, hogy horvát, de a nyelvet azt gondoltam, hogy hát nyilván azért hívják szerb-horvátnak, mert hogy ez egy nyelv. Aztán később szembesültem azzal, hogy azért ez nem így van, tehát ez az elnevezés volt közös, de nyelvváltozatokról lehet mindenképpen beszélni, mára pedig már ugye ezek a nyelvek külön nemzetközi elismertséget kaptak. Tehát a szerb és a horvát. Viszonyítási alapunk, tudsz-e magyar megfelelőt adni? Az is fontos az a kérdés, hiszen Kerlezsa nagyon sok magyar irodalommal is foglalkozott, főleg lehet, hogy az indította egyáltalán az ő irodalmi pályafutását, hogy nagyon sokat olvasott magyarul is, hiszen tudott magyarul is beszélni. Szóval tudsz-e valami olyasmi magyar szerzőt, hogy megértsük, hogy ki lehetett a horvát irodalomban Kerlezsa, és nálunk ki a magyar Kerlezsa? Hát most kettőt is kérdeztél, vagy hát sok mindent. Elérni hármat is. Igen, hármat is. Az egyik úgy, hogy ne felejtsük el, hogy kire hasonlít. Hát egy alkotót nem tudnék kiemelni, ez is mutatja, hogy azért ő neki egy elég robosztus szerepe van a horvát irodalom történetében. Valóban a pályája az egész 20. századot nagyjából magába foglalta. Ugye 1893-ban született, és 1981-ben halt meg, tehát idős emberként, és végig aktív volt, viszonylag fiatal korától. Nagyon meghatározó volt az, hogy ugyan nem családból hozta a magyar nyelv ismeretét, ugye az osztrák-magyar monarchia idején született, akkoriban nagyjából ugyanúgy, mint most Zágrában, nagyon kevesen beszéltek magyarul, alapvetőleg alig lehetett még szakmunkára mondjuk újságírói tudósítót találni, aki követte volna, vagy sajtószemlézte volna a magyar sajtót, ami akkor a horvát sajtóban mindig reflektáltak, hogy mit ír a magyar sajtó, mert hát ugye közös politika volt, közös állam, és Kerlezsa iskolába kezdett el járni Pécsre, Magyar Királyi Hadapród iskolába, amelyben most, ha jól tudom, akkor az orvosi egyetemi épülete vagy egyik részlege foglal helyet. Másképp néz ki már az épület, mint annak idején, de gyakorlatilag a falak talán az eredetiek. És hát 1908-tól 11-ig járt oda, ez azért egy gyerek esetében elég meghatározó időszak, megtanult ott magyarul, kérte a tanárait, hogy hagyj feleljen később, amikor már megtanul annyira magyarul, és aztán jelentkezett is egy fél év múlva, és hát nagyon jó tanuló volt, meg ambiciózus volt, és a pécsi évek alatt kezdett el, hát amennyire egy gyerek ugye az irodalmat, akár a tanulmányai kapcsán megismerni,
olvasni magyar szerzőket, és Petőfi volt rám meghatározó. Igen, itt hogy a Farkasok dala műve. Igen, a Farkasok dala, hát ugye ez egy a Kutyák dala és a Farkasok dala pár vers, és hát ez a szabadság eszme, amiben ő akkor nem látta az ellentmondást, hiszen tudjuk, hogy a horvát magyar történelemnek egy feszültségelteli időszak az 1848-49-es forradalmi szabadságharc, tehát a szabadságharc időszaka, ugye Jelacsics bának itt ugyanez a Petőfi, ugye megénekel a Vénzászlótartó című versében, mint a gyávát. Hát Jelacsics egyébként nem volt gyáva, de hát a magyar közös emlékezetbe ő így került át, és ráadásul, mint Jelacsics, mert essel írta Petőfi a nevét, tehát ezt mi azóta is sokszor így mondjuk, kivéve a történészek, akik az eredeti névváltozatot használják. És hát ő akkor ebben nem látott ellentmondást, hogy itt a két nép adott esetben egymás ellen harcolt. Ő ezt a Petőfi általános költészetéből sugárzó általános szabadságeszményt hatotta meg őt, illetve hatott rá. Illetve, ami nagyon fontos, erről később ír is, hogy nagyon mélyen értette Petőfi tájleírók költészetét, tehát hatott rá ez az Alföld kép, és ennek ehhez kapcsolódóan a szabadság eszme. És akkor állítólag ekkor döntötte el, hogy ő nem csak hogy érdekli az irodalom, hanem ő irodalommal szeretne foglalkozni. És fura, hogy egyből belecsöppenünk a háborúba. A szabadság ugye elindul, irodalom elkezd alkotni, de közben katona lesz. Hát ekkor még ugye nem alkot, de ekkor már elindul az irodalom irányába, és akkor fönnmaradtak a rávonatkozó katonai levéltári anyagok, hogy a tanárai szöveges jellemzésében leírják, hogy hát álmodozó, nem ide való, nem lesz belőle jó katona, stb. Tehát a katonai pályától itt lehetséges pályától elkezdett eltávolodni, és ennek ellenére még ugye 11-ben őt ösztöndíjjal fölveszik a Ludovikára, mint jó tanuló, de ott már aztán végképp kicsapják, de azt lehet mondani, hogy bár megvolt a szigor és a fegyelem, azért elég toleránsan álltak az ő kihágásaihoz. Kétszer is úgy távozott el az iskolából, hogy külföldre ment. Mind a kétszer Szerbiába, amikor azért egy ellenséges országnak számított, ugye Bosznia területi követelései voltak Szerbiának, Boszniával szemben, de a monarchia ugye keresztezte a szerb érdekeket, és hát nem véletlen, ugye ebben a térségben, vagy hát az ott robbant ki ez az incidens, ami aztán az első világháborúhoz vezetett. Hát azt lehet mondani, hogy akkor ő már elkezdett vonzódni, vagy érdeklődni a délszláv eszme iránt, az akkor egy nagyon haladó elképzelés volt. Ez önmagában érdekes, a délszláv nemzeteszme, hogy a délszláv népek rokonsága, ez inkább a horvátságot hatotta meg, vagy az ő gondolkodói fogalmazták ezt meg először. Szerbia részéről egy birodalmi eszmeiség volt, mindig Szerbia, mint a szerbek hazája állt a központban. Aztán ebben szembesülve a helyszínen, két alkalommal, ugye először egyrészt nem vették őt komolyan, átment Szerbiába, és ott jelentkezett, hogy fölajánlja a szolgálatait, katonai szolgálatait, mint egy már egy ilyen tiszt jelölt. De ez visszaszökik, ugye? De utána őt ott egyszerűen elhagyják, nem foglalkoznak vele, nem veszik komolyan, és visszaszökik úgy, hogy nem derül ki ez az incidens, akkor még majd utólag a második alkalommal, a második próbálkozására már kiderül. Akkor viszont már olyan szinten komolyan veszik Szerbiában, hogy kémnek vélik, és vannak olyan összeesküvés elméletek, melyek szerint Kelezsa lehet, hogy tényleg kém is volt, sőt, kettős kém is volt, de hát ezek tényleg megalapozott állítások, semmi sem bizonyítja. Ő egyszerűen lelkesedésből szembesült a realitásokkal, börtönbe is került, aztán onnan kalandos körülmények között megszökött a börtönből, és ezt követően aztán viszont már kiderült ez a kiágása, incidense, szökése, és a monarchia határán, ugye Zimonynál lépte át a határt, ott már várták őt, és gyakorlatilag letartóztatták, de nem lett, tehát ehhez képest, amit meg
elkövetett, azért egy ilyen háború előtti feszült helyzetben, persze akkor még nem lehetett tudni, azért fontos, hogy hát 1913-at írunk, tehát nem mindegy, hogy ezt mikor teszi meg valaki, hogy csak ez volt végső soron a retorzió, hogy kitiltották a Monarchia összes katonai iskolájából, ami nem volt olyan nagy veszteségkel, és a számára merő akkor már nem akart katona lenni, semmilyen irányból, de azért nyilván azokat az ismereteit, amit megtanult, akár a Ludovikán, akár korábban Pécset, azt kamatoztatta később, és ennyi az ő iskolai képzettsége, tehát ő aztán nem tanult tovább, nem volt neki diplomája, viszont hát egy hatalmas tudású, enciklopédikus tudású autodidakta ember volt, aki aztán nagy tudásra rendelkezett, és hát nem volt szüksége erre a diplomára, bár voltak, akik ezt azért felrották neki. Ludovikás időszakban a nyugatosok is hatottak rá, Ali a belvárosi kávéházba járt, ahol a különböző költőkkel, írókkal vitatta meg az élet dolgait. Aztán ugye Szerbia lett, és azt gondolhatnánk, hogy visszakerül a saját szülőföldjére, és akkor egy klasszikus horvát költő lesz, de mégis a magyar irodalommal ugyanúgy foglalkozik, és alkalmazza a Hungarika kifejezést a magyar vonatkozású dolgokra. Miért maradt meg ennyire benne ez a magyar dolog? Hát valóban azt lehet mondani, hogy megérintették ezek az irodalmi és egyéb élmények, neki voltak barátai is, akikkel aztán később nem tartotta folyamatosan a kapcsolatot. Keresett egyébként utakat a magyar irodalomhoz közvetlenül is, vannak megint csak olyan elképzelések, én hallottam arról, milyen félig rosszmájú elképzelések, hogy Kelezsa igazából magyar író akart lenni, de nem fogadta be a magyar irodalom, és akkor dacból ő horvát író lett, tehát ez azért nem egészen így van, de mivel Adin kívül Kosztolányi volt talán még rá a legnagyobb hatása, és ez önmagában is érdekes, hogy sokszor mi itt belső nézőpontból ezt a két költőt szembeállítjuk egymással, tudjuk, hogy volt is konfliktusuk, illetve Adi halála után volt egy olyan pamfletje Kosztolányinak, amiben igazából nem Adit, hanem az Adi kultuszt támadta, és aztán emiatt meghurcolták Kosztolányit, azt lehet mondani, akár a pályatársa és a sajtó, de őket Kelezsa nem egymást kizáró, hanem komplex, egymást kiegészítő egységben tekintette, és 1930-ban egyébként Rilkéről írott esszéjében mindkettejüket említi, és olyan összefüggésben, ami nagy valószínűséggel, nagyon kis eséllyel születhetne meg egy magyar irodalomtörténész, vagy akár esszéista tollából. Tehát azt lehet mondani, hogy Kelezsát azért kell megbecsülnünk nekünk így magyar szempontból, nem csak azért, mert alapvetőleg a magyar vonatkozás, a művének magyar vonatkozásaitól is eltekintve egy jelentős íróról van szó, egy világirodalmi rangú szerzőről, hanem azért, mert pont, hogy követte, tehát egész életében követte, mi kommentálta a magyar eseményeket, politikát, irodalmat, nyilván nem egyforma intenzitással, de olyan rálátása volt, ami hát amire én ezt a bennfentes kívülálló meghatározást mondtam. Igen. De folytasd. Hát a bennfentes kívülálló az, ezt másokra is mondhatjuk, olyan emberekre, miért akik... Miért alkalmaztad ezt a bennfentes kívülállót? Hát nagyjából, amit már el is mondtam, hogy kívülről szemléltem, mint a magyar kultúrát, mint nem olyan, aki beleszületett a magyar kultúrába, azért ez fontos, hogy ezt ő végső soron, ha gyerekként is, vagy fiatal emberként, de már akkor tanultam meg, amikor a legmeghatározóbb nyelvi élmények és egyéb élményeken már túl volt, de még elég kellő affinitással befogadta ezt a kultúrát, és ez önmagában szerintem egy nagy ajándék, hogy van egy ilyen igen jelentős szerző a világirodalomban, aki nem csak időnként, vagy egy konkrét esemény, mondjuk 1956 kapcsán, nagyon sokan megszólaltak, szolidárisak voltak ugye, írók a világban, de ez egy konkrét akcióhoz kapcsolódott. Kelezsa pedig nagyjából minden iránt érdeklődött, de azért azt is látnunk kell, említetted ezt a Hungarikát, ugye ez egy latin nyelvű kifejezés, és ezt itt a Nemzeti Könyvtárban dolgozva is jól ismerjük,
a Hungarika többes szám a Hungarikumnak, ami itt a könyvtári dokumentumok esetében a magyar vonatkozású dokumentumokat jelenti, ennek vannak alkategóriái, ebben most nem mennék bele, elég összetett kérdés, hogy mi számít Hungarikumnak, de Kerelezsa saját maga mondta, ugye, hogy használta ezt a kifejezést, tulajdonképpen olyan értelemben, ahogy könyvtári szemmel is, könyvtáros szemmel is ezt használjuk, tehát hogyha egy könyvében bármilyen magyar vonatkozás, vagy egy eszében, még akkor is, hogyha az az eszé nem kifejezetten egy magyar témájú, de egy lábjegyzetében említ egy magyar vonatkozást, akkor az már Hungarikumnak számít. És ő ezt így, ilyen értelemben használta, de azt is hozzá kell tenni, hogy ugyanígy használta a Germanika kifejezést, tehát nem kivételezett velünk, csak mivel egyedi ebből a szempontból. Igen, mert hát tényleg nem tudok más olyan szerzőt mondani a világirodalomból, aki egész életében is egy nagy robosztus életműről beszélünk, számtalan ponton reflektált volna a magyar eseményekre, magyar kultúrára összességében. És ez még akkor is így van, hogyha néha téved, azt lehet mondani, hogy ténybeli tévedése is vannak, meg lehet neki bocsátani, végsősoron ő nem egy tudós volt, egy író volt, aki időnként kigondol dolgokat, akár a lendület elvitte, úgyhogy ezt azt gondolom nem kell neki fölrónia, nem így kell kezelni, hogy meg kell neki adni a lehetőséget, vagy utólag is el lehet ezt fogadni. Ez egyébként nem egy könnyű kérdés. És ahogy elkezdted egyre jobban belemenni a életművével mindenféle anyagait, meg kutatgattad, egyre jobban érezted, hogy tök jól választottál, nem? A Krezsával kapcsolatos akkori döntésedet. Hát igen, nem csalódtam, tehát ez szomorú lett volna. Persze egy idő után, mivel ha valaki húzamosabb ideig foglalkozik valakivel együtt él egy írói életművel szinte, akkor időnként elege is lesz belőle nyilvánvalóan, annyira hatás alá kerülni, ha félre kell tenni. Azért nem egyforma intenzitással foglalkoztam ezzel a témával, és hát emellett más mindennel is foglalkoztam, de minden nagy volumenű téma esetében itt is az állt fönn, hogy mindenféle egyéb melléktémát is bevont. Tehát ő azért sok mindennel foglalkozott, tehát minden magyar vonatkozású megszólalása kapcsán gyakorlatilag fölállítható akár a magyar történelem egészen nagy vonalakban, vagy a magyar irodalomról egy kép, ami rajta, mint szűrőn keresztül átment. A lexikográfiai tevékenységről beszéljünk egy kicsit. Ugye annak idején, amikor még nem volt internet, nem volt Wikipédia, akkor mentünk a különböző lexikonokhoz, és kerestük a szavak jelentését, kerestük a szócikkeket. Ez hol járunk időben, ez az ő irodalmi munkásságban hogy került, mert a lexikográfiai intézetet is vezetett, ugye? Tehát hogy került ő oda, miért tartotta ő ezt fontos, miért látták mások, hogy jó lesz Krezsa erre a munkának a vezetésére? Hát egyrészt ő elég szerencsés kézzel nyúlt a magához a lexikográfia enciklopédika témájához, mert a horvát irodalomban, vagy egyáltalán írásbeliségben, a korábbi századokban is vannak fontos korabeli lexikonok, enciklopédiák, szótárak, többnyelvű szótárak, és ezt a hagyományt gondolta ő valószínűleg folytatni. Ennek a két világháború között már voltak konkrét előzményei, tehát megjelentek olyan enciklopédiák, amelyek mögött még külön intézet nem állt, és akkor voltak ezek szerint olyan lehetséges munkatársak is, akikre Kerelezsa támaszkodott, másfelől meg hát az enciklopédia, a lexikon, szócikírás, az egy olyan értelmiségi, ezen belül bölcsész munka általában, amely sok embernek később aztán megélhetést is biztosított. A második világháború után, amikor Kerelezsa, ugye nem beszéltünk még arról, hogy, és azért ezt fontos megemlíteni, hogy
annak ellenére, hogy ugye mondtam, hogy Magyarországon ma már ő nem ismert, volt egy időszak, amikor ő eléggé ismertnek számított, ismert írónak, amikor végre megjelentek a magyar fordításban a művei Magyarországon, ez a gyakorlatilag 1956-ban jelent meg először könyve magyarul Magyarországon, előtte már a Délvidéken jelent meg, de szintén az 50-es években önálló kötete, az úgynevezett 50-es években, amikor Magyarországon ez szóba se jöhetett, mert annyira rossz volt a jugoszláv-magyar viszony, hogy minden, ami Jugoszláviához kapcsolható volt, az üldözendőnek számított, tehát ez a későbbi fordítói is például akkor börtönben ültek, ugye a Rákosi korszak idején Tito, Láncos kutya, gondoljunk a Ludas Matyi karikatúráira ebből a korszakból, de aztán berobbant Kreza, viszont manapság azt gondolom, hogy egy kicsit az annak a hátterében, hogy ő már nem annyira számít ismert írónak, hogy kihullott ebből a nagyon pozitív fogadtatásból, ami aztán nagyon sokat ígért, az részben a politikai irányultsága is, ő ugye egy elkötelezett baloldali már kezdetektől fogva szerző volt, párttag, persze sok olyan magyar jelentős íróról, költőről beszélhetünk, aki ezt szintén mondjuk a 30-as években, vagy még azt megelőzően ugye megtette. Nagyon érdekes ebből a szempontból is a Kreza életmű, mert a kiábrándulásnak a gesztusait is végigkövethetjük ebből az egész eszmerendszerből, de azért ő nem követett el pálfordulást, ugye eleve 1981-ben halt meg. Másfelől a második világháború után Tito rendszeréhez nagyon lojális próbált lenni, de azért ugyanakkor képviselte a horvát érdekeket is, és ehhez képest, ugye most visszatérve az eredeti gondolatomra, azt lehet mondani, hogy nem feltétlenül őt fedezték föl újból, hanem más irányultságú írókat, akiket mondjuk az úgynevezett államszocializmus éveiben ugye háttérbe szorítottak, de Kreza ezért is érdekes, mert például őt műveinek egy csoportját tulajdonképpen párhuzamba lehet állítani Márai Sándor műveivel, amire nem is gondolnánk, mert ugye hát az ő szellemi, vagy hát nem is annyira szellemi, mint politikai beállítódásuk, szimpátiájuk, ha úgy tetszik, homlok egyenest ellenkező volt, de mindketten abból a polgári millióból, közegből, kultúrából származnak az európaiság eszméje, mindkettejüket nagyon foglalkoztatta, mindketten írtak életük nagy részében naplót, ezek a naplók nagyon sok szempontból megfeleltethetők egymásnak, illetve egyfajta párbeszéd is feltételezhető közöttük, ugye nyilván az olvasó kreálja már ezt a párbeszédet, mert ők ketten különösebben nem semmilyen szinten nem voltak kapcsolatban, sem személyesen, sem igazából azt sem lehet mondani, hogy nagyobb hatással, vagy egyáltalán olvasták volna egymás műveit. Ez már eleve azt mutatja, hogy nem lehet ilyen kategóriákba sorolni, de Kreza számít az első világháború, mint téma az irodalomban egyik legnagyobb alkotójának, tehát minden mondjuk első világháborús antológiában az ő háborús, első világháborús novelláinak ott lenne a helye. De most ugye a nemrégi első világháborús évfordulós évek alatt egy kicsit más beállítódása volt az emlékezésnek Magyarországon, egy kicsit ugye úgymond helyre próbálta tenni a hivatalos kultúrpolitika is, a korábban ugye esetleg negatívan beállított jelenségeket, ugye az első világháborús katonáink hőstetteiről hallgathattunk sorozatot reggelenként a Kossuth rádióban, Kreza pedig ugye arról írt, hogy ezek az emberek mind áldozatok voltak, és idegen értekekért harcoltak, és hogy ez nem egy ilyen hősi tett a 19. századi értelemben, és hogy pont az volt ezeknek az elesett katonáknak a tragédiája, hogy ők még egy ilyen 19. századi lelkes, hazafias felbuzdulásból mentek el harcolni, és belekerültek egy modern háború masinériájába, ami földbe darálta őket.
és hát ez itt most nem nagyon kapott teret, valljuk meg őszintén, az elmúlt ünneplés sorozatban, úgyhogy én vártam arra, hogy hát majd most biztos berobban megint Kelezsa ezekkel a novellákkal, de nem jelent meg új kiadása, tehát lehet Kelezsát olvasni magyarul, amint említettem, én is sok könyvét találtam a polcokon, már kérdés, hogy most ugyanannak a könyvtárnak a polcán kint vannak-e még ezek az egyéb irodalmaknál az ő könyvei, de újabb kiadásai nem történtek. A rendszerváltozás után a Magyar Könyvklub megjelentette egy novellás kötetét, de ennyi nagyjából. Doktori disszertációt is készítettél az egész Kelezsa életműből. Itt a közösségi emlékezet, itt utaltál is erre az egész rá, hogy van egy közös történelmünk a magyar-horvát történelemben, máshogy látjuk mi, máshogy látják ők, és Kelezsa is a magyar gyökereivel, ha így mondható, ő is ezt próbálta helyre tenni. Mennyire jelentős ez a közösségi emlékezet? Miért emelted ki ennyire ezt a doktori disszertációban? Hát a közösségi emlékezet és általában az emlékezet fogalma, meg az emlékezet kutatás az elmúlt években, most már évtizedekben egy viszonylag kúrens téma volt. Nagyon sokan írtak akár doktori disszertációt is erre hivatkozna, vagy ebből ez egy ilyen megtermékenyítő, tulajdonképpen meglehetősen tág kategóriát, az identitás, ugye Közép-Európában mindig is egy kérdés, az irodalom nagyon sokszor közösségi identitás problémákkal foglalkozik, még a 20. században is. A kánon kutatása, ami ugye az irodalmi kánonra vonatkozik, hogy milyen művek, amelyek bekerülnek egy olyan szűkebb válogatásba, amit például az iskolában tanítanak, mert hogy azok lesznek, amik fönnmaradnak, ezeket jelentetik meg a kiadók, ezekkel találkozhatunk, van esünk egyáltalán hallani ezekről a művekről és szerzőkről. Ez mind-mind valahol a közösségi emlékezet, vagy kulturális emlékezet körébe tartozik. Sokan foglalkoztak ennek az elméletével, és nekem ugye az volt, vagy engem ebben az egészben az érdekelt, hogy például a horvát közösségi emlékezetet, amit Kelezsa is formált a művein keresztül, mennyire befolyásolta mindazt, amit a magyar kultúráról ő tudott, sokszor ő is párhuzamba állított jelenségeket, és hát ezt próbáltam, persze ez nehezen tetten érhető, meg az is megkérdőjelezhető, hogy bármennyire is egy jelentős szerző Kelezsa, mennyire tudta ő befolyásolni a horvát irodalom egészét, de az biztos, hogy például valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején volt egy olyan később irodalomtörténész nemzedék a zágrábi bölcsészkaron, akik Kelezsa miatt elkezdtek magyar irodalmat nyilván fordításban olvasni, most nem mondom, hogy ezek az emberek megtanultak magyarul, mert nem, de egyáltalán kezükbe vettek magyar irodalmi könyveket azért, mert Kelezsa azt mondta, hogy a magyar irodalom fontos. Ezt mondta Adiról írott nekrológiában, Adi halálakor írt egy nagyon, ugye a nekrológ az egy rövid műfaj, de nagyon fontos gondolatokat mond meg, és mond el itt ebben a szövegében, és Adi jelentőségét kapcsán azt mondja, hogy nekünk horvátoknak, amíg élünk, dolgunk lesz a magyarokkal, és a magyarokat ismernünk kell. Tehát tulajdonképpen egy nagyon szép követendő gondolatot fogalmazott meg, amit aztán sokan, vagy hát többen magyarországi értelmiségiek is Kelezsától függetlenül ugyanerre a megállapításra jutottak. Hát közülük talán legismertebb Németh László, aki ugye a két világháború közötti bezártságból, szellemi, kulturális bezártságból keresve a kiutakat, azt mondta, hogy itt jó, hogy itt ezek a környező népek itt területekhez jutottak, Trianon, stb. De azért hát itt vannak, és velükkel együtt élünk, és ezek a népek tulajdonképpen a mi tejtestvéreink, ugye, ha akár genetikai szálak is összekötnek már az évszázadok során, ugye itt a környező szláv, vagy akár a román néppel bennünket, de közös sors, ugye a tejtestvérség, az azonos anya tejével táplálkozó testvérek, akik egyébként ezáltal válnak testvéré, mert az anyatej, ami itt a közös sorsot jelképezi,
egyfajta kapcsot képez ezek között az emberek, illetve ezek között a népek között. És itt van egy, amikor kérdezted az elején, hogy kit tudnék felsorolni, és akkor nem mondtam konkrét neveket, de hát például Németh László, igen, vagy Déri Tibor prózájában, és nem is annyira, ez megint csak az elején említettem ezt a Banket Litvában című regényt, ez egy negatív utópia, és Dérinek is van a G.A.U.R.X.-ben című regénye, ami így adódna, hogy ez a kettő mennyire egymással párhuzamba állítható regény, de vannak kevésbé ismert kisregényei Déri Tibornak a pályája elejéről, ahol sokkal szembetűnő párhuzamosságokat veszünk észre Kerlezsa prózájával. És azt is azért meg kell említenem, hogy ha Kerlezsa szépirodalmi műveit nézzük, talán egy balladás kötete kivételével, ahol ami történelmi vonatkozású, és ezért magyar nevek, események is megjelennek benne, hiszen a horvát-magyar történelem évszázadokon keresztül közös volt, ugye personál unióban, egy államban éltünk. Ő egyébként a szépirodalmi műveiben nem annyira konkrétan reflektált magyar témákra, megint csak kiigazítom magam, mert az utolsó nagy regénye az egy nagy monarchia regény, ami részben Budapesten játszódik, annak a cselekménye rendkívül izgalmas, a Zászlók című regénye, de a többi művében csak valahol a háttérben, mint a monarchia helyszíne, mert jellemző módon ebben a monarchiának volt ő egy nagy írója. Jelenik meg a magyar téma, viszont a naplóiban, az esszében rengeteg konkrét utalás, reflexió vonatkozik magyar témákra. A disszertációban az alternatív életmű egy fontos fejezet. Itt találtam egy olyan anyagot, hogy a Vujicic D. Stoján 82-ben mondott egy olyat, hogy a Kerlezsa 45 kötete mellett most 20 évig elzárjuk a kéziratait az Ágrábi Nemzeti Könyvtárba, ugye az 2000-ben lejárt ez a 20 év. Ezekhez hozzáférhettél, ez alakította a te Kerlezsa képedet, hogy láttad ezeket a 20 évig dobozban őrzött hagyatékos feljegyzéseket, vázlatokat. Igen, ez azért egy nagy élmény volt a számomra, meg hát engem is ennek az egésznek a titokzatossága, hogy megnyitnak egy zárolt hagyatékot, és az ember ugye, mint egy kincses ládában kincseket vél találni, és talál is aztán, még akkor is, hogyha nem azt, amire gondolt. Horvátországban is nagy várakozások övezték ennek a hagyatéknak a megnyitását. Megint csak itt a könyvtárban vagyunk, és a könyvtárunkban vannak írói hagyatékok, és valahogy az idővel is a küzdve sokszor nincs arra lehetőség, hogy akár nagy jelentősége hagyatékokat is úgy feldolgozzunk, hogy az aztán kutatható legyen. Nyilván kivételt képeznek a nagyon jelentős szerzők, ugye nálunk a Babits hagyaték az, amelyik most már digitálisan is elérhető, és hát Kerlezsa is 2001-ben, amikor ugye megnyitották a hagyatékot, akkor persze nem engedték rá az embereket, mert hiszen ez még egy feldolgozatlan hagyaték volt, akkor nyitották ki a dobozokat. Viszont mivel ez elsőleges érdek volt, három irodalomtörténész akkor ott mindent félretéve földolgozta ezt a hagyatékot a nemzeti, zágrábi nemzeti és egyetemi könyvtárban, a könyvtárosok közreműködésével, erről meg is jelent egy nyomtatott katalógus, illetve a online katalógusban is benne vannak ezek az tételek, és ez ma már kutatható, illetve hát most már ugye több mint 20 éve kutatható, és nagyon örülök, hogy Vujicic D. Stoján nevét említetted, ő nagyon sokat tett fordítóként is, és művelődés szervezőként is Kerlezsa bemutatásában, illetve hát ők személyesen is ismerték egymást, amikor Kerlezsa Budapestre látogatott hosszú-hosszú idő után először, ugye a háború után ugyan egy íródelegáció tagjaként részt vett, és erről írt is egy nagyon izgalmas útleírást, visszaemlékezést, de aztán majd csak a 60-as években jön először Magyarországra, és akkor Vujicic D. Stoján társaságában vele beszélgetve ugye sok időt eltöltött, meg kell említenem Vujicic D. Stoján, ma már özvegyét, Vujicic Mariettát, itt aki maga is fordított Kerlezsa műveket, ő sokáig a Nagyvilág világirodalmi folyóirat szerkesztőségében dolgozott,
És... Szóval mit találtál? Ja, hogy én mit találtam, ugye? Hát, ami nagyon izgalmas volt, és amit különösebben keresni sem kellett, mert az egyértelmű volt, hogy izgalmas lesz ez a levelezés. Ugye Kelezsol a hagyatékban a hagyaték egy részét képezi Kelezsol levelezése bárkivel, illetve a hozzáírt levelek. Itt én nyilván a magyar vonatkozásokat néztem meg, tehát hogy kikkel levelezett, milyen ügyben, és ezt próbáltam végigolvasni, illetve hát kerestem volna ugye olyan kéziratokat, amik egyrészt magyar vonatkozású műveinek olyan kéziratai, amikben még plusz információ szerepelhet, illetve amire kíváncsi voltam, hogy van-e neki esetleg magyar szövege, mert hogy az egy dolog, hogy ő tudott magyarul, és de követte, de nem írt magyarul, és nem is vált magyar íróvá, a rossz nyelvek megjegyzései ellenére sem, és viszont volt. Nagy horvát íróvá vált. Találtam egy ilyen sajtcédulát, amikor 1947-ben, tehát még a koalíciós időkben említettem, ugye, hogy egy íródelegáció tagjaként Magyarországon járt, akkor az egy rendkívül izgalmas időszak volt, minden szempontból, és ezt ő tényleg jól dokumentálta, akkor ott egy köszöntő beszédet írt, felszólalt, és akkor ott a Gellért szálló asztalán leírt egy pár mondatot magyarul, amit ő elmondott, akik személyesen ismerhették Kelezsát Magyarországról, azok azt mondták, hogy Kelezsa nagyon választékosan szépen beszélt, valószínűleg egyébként idővel ez a nyelvtudása megkopott, illetve passzívá vált, de ismert olyan fordulatokat, szófordulatokat, amik a művelt úriember nem csak benyomását keltették, mert tehát ez nyilván egész megjelenésében sugárzott róla, hanem ugye magyarul is elő tudta így magát adni, de aztán, amikor egy állami kitüntetést kapott a 70-es évek elején, ugye születésének évfordulója kapcsán, 1973-ban, akkor gratuláltak neki az akkor még élő Ludovikás egykori osztálytársai, akikkel egyébként neki nem volt semmilyen kapcsolata, és akik azt lehet mondani, hogy világszemléletükben nem feltétlenül osztották el a nézeteit, vagy korábbi nézeteit, de akkor már ők is idős emberek voltak, és írtak neki egy nagyon meleg hangú gratuláló levelet, ami nagyon meghatotta Kelezsát, és ő is írt egy hasonló választ a Heteknek, Heten voltak ezek az osztálytársak, de megkérte fordítóját, Csuka Zoltánt, hogy fordítsa le neki, mert már nem érzi elég jónak az ő magyar nyelv tudását, azt mondta, hogy ez egy öreg, kiszolgált huszárló, aki már nehezen járt, tehát egy ilyen szép hasonlatot mondott, és aztán leírta a horvátul a fordítójának, aki lefordította magyar, és ezt így került aztán postára, és jutott el feltehetőleg a Hetekhez. Csuka Zoltán egyik kedvencem, ez a nonsense, groteszk vers, vagy görbedisznós tojást költött, amit a honlapon is megtalálható. Ez Csukára jutott eszembe, de... Igen, ezt ő fordította egyébként, ez egy nyelvi bravúra a horvát irodalomban. Említettük az elején ezt a nyelvkérdést, hogy horvát, szerb, horvát, egy nyelv, két nyelv, stb. Ebben most nem mennék bele, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Majd a következő beszélgetésben. Igen, viszont három nagy irodalmi nyelvjárása van a horvát nyelvnek eredetileg, aztán a standard az egyik ebből, a standard nyelv alapján az ennek a három nyelvjárásnak az egyike vált, amely legközelebb áll a szerb nyelvhez. A lényeg az, hogy ő azt az elfelejtett, nem kiválasztott, nem a standard nyelv alapján a kiválasztott, de a saját anyanyelvi eszmelkedésének alapját is képező Kány nyelvjárásban írta meg a nyelv ezeket a verseit, arhaizálva, tulajdonképpen egy fiktív nyelvet teremtve, mert ugyan Kány nyelvjárásban írta, de ez egy fiktív nyelv, mert tanulmányozta a régi szövegeket, szótárakat, felszívta magát, ha úgy tetszik. Egyébként ez Zágráb és Zágráb környékének a mai napig is a nyelvjárása, tehát a fővárosban azt lehet mondani, hogy az úgymond az őslakosok, ha lehet ilyesmiről beszélni, akkor ennek egy réteg nyelvét beszéli. Na most egy ilyen nyelvi adottságokkal rendelkező szöveget visszaadni magyarul nagyon nehéz, ugye nálunk a nyelvjárásoknak nincs ilyen szerepe, hát próbálkozott, arhaizált. Sokszor ugye, ha nyelvjárási magyar irodalma, ez nem nagyon van, vagy vannak
próbálkozások, de nem jellemző. A horvát, kortárs horvát irodalomban az egyik legnagyobb, legjelentősebbnek tűnő szerző most nyelvjárásban ír, egy mai nyelvjárásban. Nálunk a mucsaiság az még mindig ráragadna egy ilyen szerzőre, tisztelet a kivételnek, és van egyfajta idegenség érzetünk sokszor olyan, mondjuk vajdasági szerzők írásaival kapcsolatban is, ami egyébként egy modern nyelv, tehát nem egyfajta falusi nyelvhasználatot tapasztalhatunk, de mondjuk használnak olyan kifejezéseket, ami a standard, tehát a mai nyelvben nincs meg, ugye Végen Lászlónak egy makró emlékiratai szerintem nagyon kevés olyan olvasó van, aki tudja, hogy mi az, hogy makró, mert ugye ezt stricinek hívjuk magyarul, mind a kettő egy idegen szó, de a vajdasági magyarok a szerb és a horvát hatására a francia változatot és nem a német változatot vették át. Úgyhogy ez egy érdekes próbálkozás, és ami nagyon izgalmas benne, hogy Kerlezsa közreműködött. Tehát itt csatasorba állította a magyar nyelvtudását, bármilyen lovakból is állt volna ez, persze ez még egy korábbi időszeg volt. Igen, tehát ő egyrészt Csukának nehéz volt ez a szöveg, csomó mindent nem értett, igen, nem értett kulturális utalásokat, és kérdezte Kerlezsát, és akkor Kerlezsa mondta, hogy akkor küldje el neki, elolvasta és javította, illetve egy idő után már javaslatokat tett, hogy ez ide szerinte ez a magyar szó jobb lenne, vagy, és akkor próbálta stilisztikailag instruálni ugye a műfordítóját, ez önmagában izgalmas, mert erre is kevés példa van. Bizonyos nyelvek esetében lehet, hogy több, de itt magyar vonatkozások tekintetében kevés ilyen példa van, hogy egy magyar író ilyen módon, és mondjuk nem egy világnyelvre hát instruáljon, vagy hát egy horvát író, vagy egy külföldi világíró, amikor magyarra fordítják a művét, akkor ugye azt mondja, hogy hát szerintem ez így jobb lenne magyarul, és mond egy másik jelzőt. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas, és hát ez a balladás kötete, ugye a Petrica Kerempuh balladáiról van szó, ami magyarul csak az alcíme le, de ez a főcíme horvátul ennek a balladás kötetnek. Éjszakának vírasztója ez a főcím, ami ez a szintagma, ez benne van a horvát eredetiben is, csak itt volt egy csere cím és alcím. Mindenképpen ezekről is tudunk majd legközelebb is beszélgetni bővebben egy kis szűk részéről. Amikor 2011-ben volt a Magyarra Tudó Horvát Klasszikus című kiállítás, volt egy klasszikus tárlat, aminek van egy ilyen webes megfelelés, és majd elérhető a leírásban, és ott valaki azt írta a Wengli könyvben, hogy megyek, elolvasom a Glenboy trilógiát, hát ha a mi beszélgetésünk, mert ugye nem hangzott semmi el szinte a Glenboy trilógiáról, novelláikról, de hát ha Krezsárban majd megismerkednek. Úgyhogy köszönöm szépen Mann Jolánnak, hogy vendégünk volt, Solymosi Ákos segítette a munkánkat, és én Tóth Péter voltam a könyvtár webes tartalompakolója. Köszönöm. Én is köszönöm.